Ahogyan arról a hírekben lehetett olvasni, hallani, a mozdonyvezetők szakszervezete sztrájkot hirdetett. Tudvalevő egyébként, hogy ezt a sztrájkot már korábbra tervezték, csak akkor a háború és az ukrajnai menekültek miatt elhalasztották, és ennek a sztrájknak az oka, hogy állításuk szerint a MÁV vezetése nem tartja be a korábbi megállapodásukat. A szeptember első hetében kezdődő sztrájk, amely érinteni fogja a személy- és áruforgalmat, határozatlan időre szól, egészen addig, amíg a MÁV vezetése nem teljesíti a korábbi megállapodást, amely arról szólt, hogy a 2021. évi reál keresett romlást kompenzálják. A MÁV vezetése sajnálatos módon úgy reagált mindenre, hogy bírósági úton kívánja megtámadni ezt a sztrájkot, holott korábban már a bíróság kimondta, hogy az igenis jogszerű. A Mi Hazánk mozgalom egyértelműen a mozdonyvezetők pártján áll, mert tudjuk, hogy a magyar dolgozók, és ebbe beletartoznak nyilván a mozdonyvezetők is, rendkívül nehéz helyzetbe fognak kerülni a jövőben, akár már ősszel, télen, hiszen az infláció és a rezsi megszorítások őket is nehéz helyzetbe fogják hozni. Ezért arra kérjük a MÁV vezetését, hogy konstruktívan álljon a mozdonyvezetők követeléseihez, ne zsigerből ellenkezzen, és tartsa be a korábbi megállapodását. De tovább megyünk, és mindezen túlmenően szeretnék néhány szót szólni a MÁV teljes helyzetéről is, ugyanis nem csak a mozdonyvezetők körül vannak problémák, hanem valamennyi MÁV dolgozót érintő problémákat lehet megállapítani. Ezt valószínűleg minden utas tudja, aki vonattal szeretne, vagy vonattal utazik bárhova. Ugyanis ezt nem ismerik be, de információink szerint legalább 20%-os létszámhiánnyal küzd a MÁV, és egy MÁV dolgozó, akár egy jegykezelő napi 12 vagy 16 órát is dolgozik szabad hétvége nélkül rendkívül alacsony fizetésekért. Ezért újra meg akarom ismételni egy korábbi követelésünket is, amikor azt mondtuk, hogy egy olyan anyagi és jogi alapot kell létrehoznia az államnak a szakszervezetek tekintetében, amely képes őket függetleníteni a közvetlen munkáltatótól, tehát a MÁV vezetésétől a különféle vasutas szakszervezeteket, mert így jóval nagyobb mozgásterük lenne, jóval nagyobb joggal várhatnák el akár a MÁV dolgozók is, hogy sikeresebben tudják képviselni az érdekeiket. Ezt az alapot létre kell hozni mindenhol, így a MÁV-nál is, mert a magyar dolgozók, a magyar vasutasok a legelső rendűen fontosak, és ők érdemlik az erkölcsi és anyagi megbecsülést.